a lakosság több mint 90%-ának rossz fogai vannak, vagy a fogágya betegszik meg. Himalájában találtak olyan kis elzárt falvakat, ahol szinte nem volt egyetlen romlott fog sem. Majd amikor megépítették az aszfaltutat a faluhoz, ennek a szenzációnak a láttán, akkor 5 év alatt, mint az atomrobbanás, úgy tönkrement mindenkinek a fogazata. Tehát nyilvánvaló, hogy a fog állapota és a fogágy állapota az nagyban attól függ, hogy milyen az életmódunk. És az életmód az nem kerül oktatásra egyetlen fogorvosi rendelőben sem. Na, ebben próbálunk mi változtatni. Én ebben a biológia medicínben hiszek. Tudjuk, hogy az amalgám nem csak a gőzével, hanem a nyállal, meg a szövetközi folyadékkal is bekerül a szervezetbe, vagyis az a nagy mennyiségű higany, ami bent van a fogtömésben, annak egy része bizony a sejtekben, akár a véragygáton keresztül jutva az agyállományában landol, és ennek 60-80 év a felezési ideje, tehát kitart az életünk végéig, ha csak nem teszünk valamit, hogy kisöpörjük a szervezetünkből, és a szervezetet ellenállóbbá tegyük ennek a káros hatásaival szemben. Nagyon fontos a fogászat. Kell nézni mindig, hogy a fog a testben van, és ez nagyon sok problémát tud okozni. A fogászatban 2 nagy probléma van. Első van az amalgám tömés, ezért, hogy fele higany van. A másik a góc. Ezért, hogy a góc, mit van a testben, a szájban, baktéria miatt van. És ez a baktérium a vér keresztül bárhol tud menni a testben, és tud okozni nagyon sok probléma. Szívbetegség, izületi betegség, Alzheimer, pajzsmirigy betegség, autoimmun betegség. A biológiai fogorvoslás azt jelenti, hogy egy olyan fajta beavatkozást végzünk az életmódunk, táplálkozásunk miatt elromlott fogakon, amely a leginkább harmóniában van a szervezetünkkel, hiszen tudjuk azt, hogy implantátumok kerülnek a szájba, különböző tömőanyagok, ezeknek káros, toxikus hatása lehet a szervezetünkre, és ezt szükséges, hogy megfelelő életmóddal és táplálkozással az illető kompenzálja. Közismert az, hogy egy amalgámtömésnek 50%-a higany, és legalább 50%-a, és ebből a higanyból a legtöbb az eltávolítás során szabadul fel. Ezért nagyon fontos, hogy milyen anyagokat használunk, milyen technikákat használunk ahhoz, hogy megvédjük a pacienst egy újabb nehéz fémmérgezéstől. A biológiai fogorvoslás részben a fogorvos, részben pedig a természetes élet- és gyógymódokhoz, a rekreációhoz, az anti-aginghez értő orvos, belgyógyász, általános orvos együttes munkájának az eredménye. És mindezt úgy össze lehet kapcsolni, hogy ez épülésünkre, fejlődésünkre válik, esetleg éppen relaxáljon közben. Olyan anyagokkal dolgozunk, olyan technikákkal, amik figyelembe veszik azt, hogy nem csak a fogaknak az egészségét, de valójában az egész testnek az egészségét próbáljuk figyelembe venni. Ezért például, amikor töméseket csinálunk, akkor tudunk alkalmazni bisfenolmentes töméseket, ozonkezelést alkalmazunk különböző sebészeti beavatkozásoknál. Amikor foghúzásra kerül a sor, akkor odafigyelünk arra, hogy a parodontális ligaments megfelelően eltávolítjuk.
és ha implantálásról van szó, akkor meg teljesen fémmentes kerámia implantátumokat használunk. A napi praxisban nagyon sok olyan pácienset találkozok, akinek sikeresen lezajlott egy fogászati rekonstrukciója, különböző új elemeket kapott a szájába, és kinézetre, vagy éppen funkciójában már nagyszerűen tudja azt használni, mégis egy sor panasza lépett fel. Izom problémák, fájdalmak, fejfájás, migrén, különböző hasi panaszok, ezeket muszáj kezelni hasonló súllyal, mint ahogyan létrehoztuk a szájban lévő nagyszerű terméket. Éppen ezért a Radi Resortban ez a biológiai fogászati program arról szól, hogy hozzáépítsük mindazt, amit a fogorvoslásban, a fogorvosi rendelőben nincs idő és lehetőség megoldani.